Újra kisgyermekektől hangos a sátorai újhelyi Szent Margit katolikus óvoda, hiszen véget ért a karbantartási szünet, így már a héten várták a gyerekeket a családias környezetbe. A 3 hét alatt több feladatot is elvégeztek az ott dolgozók, de még mindig vannak munkálatok az épületen belül is, kívül is. Benedekné Szabó Andrea az intézmény vezetője elmondta, hogy a szünetről mindig időben tájékoztatják a szülőket, hogy arra az időszakra meg tudják oldani a gyermek felügyeletét. A karbantartási szünet alatt megújultak az óvodai csoportjaink, megtörténtek a tisztasági festések, volt, ahol textileket cseréltünk, tehát szint is váltottunk a csoportokba, úgyhogy megújult környezettel vártuk vissza az óvisainkat. 3 hetes volt a karbantartási szünet, erről a szülőket mindig már januárban tájékoztatjuk, hogy ügyesen meg tudják oldani a szabadságot, meg a nyaralást erre az időpontra időzítve, úgyhogy ez nem szokott gond lenni, a gyerekeket pedig ezen a héten vártuk vissza. Még nem olyan nagy létszámmal érkeztek meg, mert sokan még hál' Istennek nyaralnak, vagy éppen a nagyinál töltik a szünidőt, de egyre többen érkeznek. Az új nevelési évet pedig teljesen megújulva kezdik, hiszen az eddigi vegyes csoportokat megszüntették, így már szeptembertől úgynevezett tiszta csoportok lesznek. Az új nevelési évben újdonságokkal várjuk a gyerekeket, mert a tavalyi évben az előző évek tapasztalatait összegezve, a szülők véleménye alapján, a nevelőtestület véleménye alapján és egy jól átgondolt stratégia alapján az eddigi vegyes csoportjainkat megszüntettük, és korosztályonkénti csoportokat fogunk indítani, homogén csoportjaink lesznek szeptembertől. Azért tartottuk fontosnak, hogy ezt meglépjük, mert azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb eltérés van a gyerekek, az óvodáskorú gyerekek képességei között, és a fejlesztéseket, az egyéni képességekhez való igazodást így jobban meg tudjuk oldani, hatékonyabban tudjuk a gyerekeket fejleszteni. 4 csoportunk lesz, ide fogjuk várni a gyerekeket, van, ahol új óvónénik is várják őket, tehát akik érkezni fognak, meglepetéssel várjuk őket. Benedekné Szabó Andrea hozzátette még, hogy az idei nevelési év nem csak a csoportok miatt lesz más, hanem egy képzést is indítanak az óvodapedagógusoknak, annak érdekében, hogy még jobban mélyítsék azt a tudást, amit az évek óta a nevelési programjukban követnek.